Matilda vagyok, és a mai videóban 5 olyan könyvről, vagy hát sztoriról fogok beszélni, aminek a vége nekem nem tetszett. Igazából lesz olyan is, ami könyv. Egy darab olyan lesz, ami csak így egy könyv, és annak a vége külön nem tetszett. A többi meg igazából egy teljes sztori lezárása lesz. Nyilván a szem előtt kell tartani, hogy ez megint csak az én véleményem, szóval nem várom el senkitől, hogy ugyanezen a véleményen legyen, nyilván valakinek ezeknek a könyveknek a végződése tetszett. Vagy fog tetszeni, vagy nem tudom, szóval. Igen, ilyen videóknál ezt mindig el kell mondani. Mert tudom, hogyha valakinek véletlenül valami kedvenc könyvéről beszélek, akkor azonnal meg leszek támadva kommentekben, hogy hogy mondhatok ilyet, de személyes vélemény, csak is kizárólag a sajátom. Első, ez egy trilógia, amit mikor elolvastam az első részt, imádtam. Az első részét imádtam, a második része annyira felejthető volt számomra, hogy mai napig nem nagyon tudom megmondani igazából, hogy a majd 400 oldalon keresztül, nem, csak 300 oldal, szóval 300 oldalon keresztül abban a könyvben mi történt. Mert ilyen egy-két esemény megvan és annyi. És az utolsó része ahhoz képest, hogy nekem milyen erősen indított, kifejezetten csalódás volt. Ez pedig nem más, mint az ötödik hullám, és itt mutatom a második részét, a végtelen tengert, illetőleg a harmadik részét, az utolsó csillagot. Tényleg ennek az első része annyira jó volt, emlékszem 5 csillagot adtam rá, erre már talán csak 4-et, erre meg 3-at, nem vagyok ebben totálisan biztos, mert mikor ezt olvastam, akkor még sokkal kedvesebben csillagoztam, ha ezt lehet mondani, szóval annak is 5 csillagot adtam, ami simán akár még 3 csillagos olvasás is lehetett volna. Nem tudom miért egyébként, de ez így most már kezdek szigorúbb lenni. A végtelen tenger is már kicsit furcsa volt nekem, meg ugye úgy indítottuk az egész ötödik hullámot. Ja igen, ez a videó spoileres lesz. Néha ezt elfelejtem elmondani, aztán a közepén eszembe jut, hogy kéne figyelmeztetni, de még nem volt spoiler, nyugi. Szóval, most már lesz. Ugye ennek a könyvnek, ebben a könyvben már így több szemszögbe jön, mint ami az elsőben volt, meg így több karakter is kerül középpontba, és ugye nyilván akkor már sokkal több embert követünk ebben, pedig ez aztán sokkal vékonyabb az előző részekhez képest. És eleve az egész űrlény koncepcióval összezavarodtam a közepénél, mármint a második résznél, és a harmadik részre már totál nem tudtam, hogy akkor most mi van. És ugye az utolsó csillag végén Cassie, mondom, most már spoilerezek, úgy menjen el mindenki, aki nem olvasta, és nem szeretné, hogy ezt leszpoilerezzem. Szóval a harmadik rész végén Cassie, aki amúgy a főfőszereplőnk volt eredetileg, meghal. És valahogy úgy pusztítják el az űrlény anyahajót, hogy Cassie fölmegy és fölrobbantja magával együtt, ami... Nem is azt mondom, hogy ez nem tetszett, csak nem értem, mert így történt. És akkor utána ilyen túlélő csoportként élnek, és minden nagyon fura volt nekem a vége, és azért mondom inkább, hogy nem tetszett, nem azért, mert Cassie meghalt meg ezek, mert persze nyilván lehet ilyen, hogy megöltük a főszereplőt, mert van egy csomó másik szereplő, és akkor lehet továbbvinni így a befejezéssel a sztorit, de... Ahhoz képest, hogy milyen jó volt az első rész, és én azt az első részt mennyire szerettem, ez a két rész, ez abszolút csalódás volt. A következőről szerintem annól, amikor olvastam is, sokat beszéltem, hogy miért nem tetszett a vége, az Becky Arbeltálitól és Adam Silverától a What If It's Us. Nem azt mondom, hogy ez egy elejétől végig jó könyv volt, mármint addig a pontig, amíg bajom van a végével, de alapvetően jó volt, meg cuki volt, meg kis aranyos, fluffy, happy, nem tudom. Az egész sztori úgy lett eladva, hogy így a lehetetlen lehetséges benne, és mindenféle ilyen sors összehozós dolgok, és akkor a legvége meg tiszta realisztikusban átment. Tehát, hogy addig az utolsó 10 oldalig az volt az a pont, amikor így fogták magukat, és így úgy döntöttek, hogy akkor innentől totál realisztikusan nézzük, és más államokba mennek, más egyetemekre, és mégse jönnek össze, és én megint néztem, hogy több mint 400 oldalon keresztül próbáltatok velem elhitetni, hogy ez a könyv lehetséges, és aztán a végén, meg majd 400 oldalon keresztül adagolták nekem, hogy ó, ők egymásnak teremtettek, és együtt lesznek, még tudom én. És a végén ott volt az a húzás, hogy akkor mégiscsak realisztikus lezárása lesz a könyvnek, úgyhogy így a vége nagyon elrontotta nekem. Tényleg ilyen kis cuki, sorsszerű találkozások, meg ilyenek vannak végig a könyvben, akkor ne adjatok nekem egy totál realisztikus végződést, mert nem illik bele.
következő, és amúgy közben elment kint a nap, mert elég felhős van, de tegnap meg szakadt az eső, úgyhogy azért nem tudtam videózni, úgyhogy inkább ez, mint az. Meg sötét is volt amiatt is. Na, a következő az Lila Bowen-től a Treason of Hawks. Igazából ez egy négy részes sorozat, a The Shadow, és ez a negyedik rész, most csak ezt mutatom. A Wake of Vultures-t imádtam. Azt az első részét imádtam, és a második rész is még jó volt, bár amikor elkezdődtek azok a részek, hogy mindenki mindenkivel, akkor így néztem, hogy ez nekem annyira nem fekszik. A harmadik rész az már még rosszabb volt, de ez a negyedik... Amúgy azt hiszem 4 csillagot adtam rá, ami még engem is meglep mai napig, nem tudom miért nem adtam neki kevesebbet, de valószínűleg azért egy kicsit szentimentálisan zárta le a végét, és akkor így gondoltam, hogy jó. De az volt a lényeg, hogy a főszereplőnkre ő az árnyék, és ő megérzi, hogyha valahol baj van, és akkor oda kell menni, és azt el kell intézni, blablabla. Bla, bla. És a könyvnek igazából maga befejezése az volt, hogy így egy ilyen gonosz lényt elpusztítottak, mindenki happy, izé, páran meghaltak, páran megsebesültek, de amúgy jó, és akkor ők ott letelepednek, kész, vége, ott nem tudom hány évig ott vannak, és akkor a könyv végén a Rhett-nek a pasia megkérdezi tőle, hogy amúgy azóta nem érezte egyszer se, hogy így ez az árnyék így hívta ilyen kis húzás a gyomrába valami ilyesmi érzésként, és így mondja, hogy ja, de csak izé ignorálta. Mert hát, hogy egy csomó áldozattal jár az, hogyha folyamatosan megy utána, és nekem az így fura volt, hogy így... Jó. Abban a szempontból jók voltak ezek a könyvek, hogy az LGBTQ pluszos skálának elég sok betűjén végigmentek. Más nem volt túl jó benne. Pedig ilyen vagy nyugati fantasy sztori volt, és tökre örültem neki, de aztán elrontotta a sztori magát, úgyhogy csalódás volt ez is. Negyedik könyv, amiről egyébként van egy 40 perces videóm, kibeszélőm, véleményező videóm a csatornán, amiből 30 perc az, hogy elmondom, hogy miért volt hülyesség úgy, ahogy volt. Na ez az, ami nem a sztori vége, de akkor is hülyebb volt a befejezése. Ez pedig a Grindelwald büntette egy J.K. Rowlingtól. Most technikailag ugye ez csak a forgatókönyv és filmben létezik, de tök mindegy. Ebben a részben, mert a legendás állatok és megfigyelésük jó volt és tetszett, mindegy, ebben a részben a legjobb dolog, a legértékelhetőbb dolog az ez a gyönyörű borító. Más nem. Hosszan lehetne arról beszélni, hogy mi minden hülyeség történik a végén. És meg is tettem. Úgyhogy most nem fogom. De tényleg, hogy ennyire hülyének nézni a Harry Potter fanokat, hogy elhiszik, ami ennek a végén van. Fájt. Nincs is erőm már beszélni arról, hogy az ott úgy mi minden. És nem érdekel, hogyha ez alapból is ilyen izé akart lenni, hogy jaj, hát az úgyse úgy lesz. Nem. Hülyeség úgy, ahogy van. Unblock a vége, főleg ennek a résznek, úgyhogy én erre nem pazarlok több szót. És az utolsó könyv alapból egy olyan sorozat, ami nem a szívem csücske, de nyilván az utolsó része és a végződése sem járult hozzá ahhoz, hogy jobban megszeressem. Az a végzetereknek a befejezése. Na most ennek a vége ugye az, hogy ahhoz, hogy régen olvastam, ahhoz, hogy föl tudjanak jönni a démonvilágból, azt hiszem, a rendesen vissza a mi világunkba valami áldozatot kell bemutatni, és akkor Simon elveszti a vámpírságát és az emlékeit, és valami ilyesmi a vége a magának a könyvnek. És természetesen van egy epilógus, amiben így ez az egész probléma, ami a könyvnek a végén a katarzisát jelentette, hogy úristen, Simon elveszíti az emlékeit, nem fog a legjobb barátjára meg a többiekre emlékezni, és ezt így megoldották a végén. Amivel nem lett volna problémám, ha mondjuk a könyv közepén történik az emlékelvesztés, és a Simon problémát utána oldják meg a maradék oldalakon keresztül rendesen, és nem csak így, tudjátok mit egyszer, csak inkább csináljunk belőle is ányvadászt valahogy, és ha már ott tartunk, meg talán az emlékei is elkezdenek visszatérni, szóval így tök felesleges húzás volt ez a végén. Ráadásul ugye volt benne még az is, hogy a főgonoszunk volt kb. Az egyetlen, aki úgy ténylegesen meghalt, talán, de a lényeg, hogy meghalt a főgonosz, és akkor őt el kellene siratnunk, mert mint kiderült, csak a démonvér miatt volt
egy akkora rohadéka mekkora volt, és amikor már nem volt benne, akkor izé kedves aranyos volt meg minden, és úristen, de hát ugye meghalt, és így. De igen, szóval ez a végződés nem járult hozzá, hogy a végzett ereklyéit jobban megszeressem. Az első három része jó volt, a második három meg ilyen... nem. A kommentben írjátok meg, hogy nektek melyik az a könyv, aminek a befejezése nagyon nem tetszett. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!